Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 67. Zsoltár első versét énekeljük, a 33. Zsoltár dallamára. 67. Zsoltárunk első versét, Úristen, áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. 67. Zsoltárunk első versét énekeljük. Folytatásban a 205. dicséretet keressük meg, 205. énekünknek mind a 4 versét énekeljük, az első így kezdődik, Ó Atyaisten, irgalmas nagy Úr, 205. énekünknek mind a 4 versét énekeljük. Thank you.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található Ézsaiás próféta könyvében a 37. fejezetben, a 10. verstől a 20-ig, valamint a 33. verstől a 38. versig terjedő szakaszban. Ézsaiás könyve 37. részének 10-től a 20-ig és 33-tól a 38. verséig terjedő szakaszát leülve imádságos szívvel hallgassátok meg. Szanhérib, asszír király ezt üzente. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, hogy mit műveltek Asszíria királyai a többi országban, kiírtva minden. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak? Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának a királya, meg Héna és Ivvá? Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az úrházába, és kiterítette azt Ezékiás az úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az úrhoz. Seregek ura, Izrael istene, aki a kerúbokon trónolsz, egyedül te vagy a föld minden országának istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg. Uram, nyisd ki a szemedet, és láss. Halld meg Szanhéri minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő. Ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Azért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, ostrom sáncot sem épít ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be. Így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. Ekkor Szanhérib Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor éppen istenének Niszróknak a templomában imádkozott, a fiai, Adrammelek és Szárecer levágták karddal. Maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észarhaddón lett a király. Urunk, szent lelke áldja és szentelje meg ezeket a különleges szavakat, küldje el hozzánk az ő világosságát, hogy megérthessük, mit akar ezek által számunkra üzenni. Jöjjetek, hívjuk őt ehhez segítségül, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hatalmas a te karod, és mindazt el tudod végezni ebben a világban, amit magadban eldöntesz. Csodálatos ez a tudás, ami számunkra nem tudjuk felfogni. Köszönjük, hogy azok után, hogy a te hatalmadat felmutatod előttünk, arról is te akarsz meggyőzni, hogy ez az erő, ez a hatalom, ez nem ellenünk van, hanem értünk, ami javunkra. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy udvaraidat taposhatjuk és színed előtt állhatunk. Köszönjük, hogy méltatsz erre bennünket. És megköszönjük egymást is. Olyan jó így jönni a gyülekezetbe, hogy nem egy szál magunkban vagyunk,
hanem azok, akiket te elhívsz, és akik igen mondanak a te hívásodra, eljönnek, hogy megköszönjék az eddigieket, és elkérjék a folytatáshoz a te áldásodat. Jó atyánk, boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk ebben a gyönyörű hajlékban téged dicsérni, és a te erődet, segítségedet kérni. Könyörögve kérünk, a te beszédeden keresztül legyél itt közöttünk, szent lelkeddel te győzz meg róla, hogyha benned reménykedünk, akkor biztonságban vagyunk. Kérünk segíts, hogy értsük, tudjuk és éljük az életet e szerint. Kérünk, így áld meg mindnyájunkat, kit a szomorúságában vigasztalással, kit az örömében, kit a fáradtságában. Könyörögve kérünk ad, hogy mindannyiunk számára ünnep lehessen ez az óra, a hétnek az az ideje, amelyet érdemes volt idáig kitartani. Kérünk, magad szólj hozzánk. Ámen. Az énekelt imádság a 225. dicséret, annak is a harmadik verszaka. 225. énekünk harmadik versét fogjuk énekelni, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek. A parókia verandáján feleségem várja már őket. Mi többiek pedig a 225. ének harmadik versével imádkozunk. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged! Amelyel Urunk a szívünket keresi, megírva található Lukács evangéliumának a 12. fejezetében, a 35., 36. és 37. versben. Lukács evangéliuma 12. részének 35. és két következő versét olvasom, az Úr Jézus szavait. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, általában nem nagyon szeretjük, ha valaki hivatlanul jön hozzánk, vagy ha bejelentkezés nélkül állít be az otthonunkba egy idegen, vagy egy igen távoli rokon. Egy közeli rokon, gyermek vagy testvér, az más. De egy távoli rokon, vagy egy idegen, jó, ha előbb szól, hogy mikor szeretne eljönni. Manapság a telefonok korában nyilván ennek már nincs is különösebben nagy akadálya, csak azon múlik, hogy belegondol-e a másik ember abba, hogy miért érdemes szólnia. De nem mindenki teszi ezt meg. Ezért szoktak a felkészültebb háztartásokban mindig tartani egy kis apró süteményt, ahol lehet, ott van egy szoba, amelyik a vendégfogadó szoba, ott mindig a legnagyobb rend van. Ha valaki mégis beállítana, akkor lehessen megkínálni, legyen hová leültetni. Mert nem lehet mindig előre szólni, illetve nem mindenki olyan, hogy előre szólna. A mai igék is egy kicsit ebbe az irányba viszik a gondolatainkat a váratlan érkezés, vagy éppen a nem várt pillanatban való érkezés irányába. Jézus eljöveteléről az egyházi év utolsó, illetve az első négy vasárnapján, a négy adventi vasárnapon szoktunk inkább gondolkodni. Most nem is erről lesz szó, hanem inkább az életünket át meg átszövő próbákról.
A próbára leginkább az jellemző, hogy nem élesben megy, de mégis mindent úgy kell tenni, mintha élesben menne. Mondjuk egy színházi próba például azért is van, hogy kiderüljön, hol kell még gyakorolni a szövegét, vagy hogy hogyan lehetne még érzékletesebben, még jobban előadni a darabot. Az maga még nem az előadás, de mégis komolyan kell venni, hiszen az előadás sikeréhez nélkülözhetetlen a komolyan vett próba. Na, ebben az értelemben fogunk most az Úr Jézus visszajöveteléről elgondolkodni. Hiszen Jézusnak nem csak az utolsó visszajövetele létezik, már abban az értelemben, hogy nem csak akkor kell nekünk az Isten elé állni, hanem léteznek azok a próbák is, amelyekben most a mai életünkben kerülhetünk az Isten színe elé, és tulajdonképpen ezek által készít Isten bennünket arra, hogy amikor majd ténylegesen színről színre meg kell állnunk előtte, akkor majd felkészültek legyünk. Ezekben a próbákban ugyanúgy el lehet bukni, mint ahogyan az utolsó napon is lesznek olyanok, akik könnyűnek találtatnak. Viszont ezek a mostani próbáink azért jók, mert ha el is bukunk bennük, innen még van visszaút. Amíg élünk, a következő próbára levonhatjuk a tanulságot, megpróbálkozhatunk másként hozzáállni az életünkhöz, vagy másként gondolkodni Istenről és önmagunkról. Ahogyan a bevezetőben is mondtam, ahhoz, hogy az embert ne érje váratlanul egy látogatás, igyekszünk előre készülni. És ha valaki nem jön, nem jönnek látogatók, akkor nem lett kárunk. Ha viszont valaki mégis betoppan, akkor felkészülten várjuk. És ez jó érzés. Szóval itt végül is arról van szó, hogy valaki folyamatosan készen áll arra, hogy vendéget fogadjon. Ez az egyetlen egy megoldás, hogyha valaki hivatlanul vagy bejelentés nélkül látogat meg bennünket, akkor mégiscsak tudjuk őt fogadni és illendően vendégül látni. Hiszen amikor ott van, amikor megérkezik, akkor már nem lehet kapkodni. Mindent előre kell elvégezni, hogyha mégiscsak jön valaki, akkor készen álljunk a fogadására. Pontosan ugyan erre figyelmezteti az Úr Jézus is a tanítványait a saját későbbi visszajövetelével kapcsolatban. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről. Itt azonban egy jelentős különbségnek fel kell tűnnie azonnal a vendégvárás eddigi eseteihez képest. Készülünk a vendég fogadásra, de az alapján, amit Jézus mond, könnyen lehet, hogy heteken, hónapokon át mégsem jön senki. Jézus arra figyelmeztet, hogy úgy várjuk őt, mint akik tudják, hogy biztosan el fog jönni, csak az a kérdés, hogy mikor. Jézus várására tehát úgy kell berendezkedni, mint aminek csak az időpontja kérdéses, a megtörténése az nem. Tehát ez nem egy esetleges dolog, hogy ha jön valaki, akkor legyek felkészülve, hanem biztos, hogy jönni fog, csak azt nem tudom, hogy mikor. Hát ez ugyanígy történik az életünkben lévő próbáknál is. Biztosak lehetünk benne, hogy az életünk sohasem fog tökéletes kiszámíthatóságban, nyugalomban, békében telni. Ehelyett folyamatosan egyik próbából esünk bele a másikba. Ezek a próbák a legváratlanabb helyzetben is bekövetkezhetnek. Mindig csak az időpont a kérdéses, hogy mikor jön a következő. Mondom, azért van ez így, hogy felkészülhessünk a legnehezebb napokra, a saját halálunk, számadásunk idejére, hiszen ez a legnagyobb próba az életben. Vagy az, amikor az utolsó pillanatunk letelik, vagy az, ha megéljük az Úr Jézus visszajövetelét, és halál nélkül kell majd ő elé állnunk. A próba eljövetele biztos, ahogyan az Úr Jézus visszatérése is ebbe a világba. Úgy kell tehát keresztény életünket élni, hogy amennyire csak lehet, felkészüljünk a vele való találkozásra, minden pillanatban álljunk erre készen. Próbák érnek bennünket. Pontosan így volt Ezékiás király életében is, akiről az első igeszakasz szólt, jövő heti olvasmányaink egyike lesz ez az Ószövetségből. Ezékiás olyan korban lett Júda és Jeruzsálem királya, ami egy rendkívül vészterhes időszak volt. Ezékiás apja egy bálvány imádó király volt,
nem az élő Isten tisztelte, de olyannyira nem, hogy feláldozta az egyik fiát is égő áldozatul egy bálványistenségnek, azért, hogy termékenyebb lehessen, hogy több gyermeke szülessen. Hát az ember áldozat a leggyűlöletesebb az Ószövetség szerint minden bűn közül. Uralkodása alatt aztán Júdát megtámadta az északi testvérország, Izraelnek a 10 törzse is az arámok segítségével. Áhász király az asszíroktól kért segítséget. Ezek az asszírok legyőzték a támadókat, cserébe azonban teljesen leigázták Júdát, vallási és anyagi függésbe taszították. Az úr templomába asszír bálvány oltár került, a király a templom legértékesebb fémtárgyait odaadta ajándékba az asszíroknak, hálából a katonai segítségért. Na hát ebbe a helyzetbe született bele Ezékiás, mikor apja halála után mindössze 25 évesen ő lett a király. Ő azonban az apjával ellentétben hitt az úrban, és neki akart engedelmeskedni. Így hát helyreállította mindazt, amit az apja elrontott, az istentelen dolgokat. Kidobatta a bálványokat, és Isten népét az Úr imádására vezette. Igen ám, de ez tulajdonképpen egy nyílt lázadás volt az asszírok ellen. Arra kellett számítani, hogy ezek cserébe majd megtámadják Júdát, és Ezékiást, a hűtlen és hálátlan királyt elsőként fogják kivégezni. Nem volt ez egy veszélytelen vállalkozás. Ezékiás azonban tudta ezt, de így sem látott semmi más megoldást, csak azt, hogy az asszírok kiszolgálása helyett Jeruzsálem és Júda álljon vissza az élő Isten szolgálatába. Amíg ez nem történik meg, addig az ország egyre lejjebb fog haladni a lejtőn. A helyzet egyre rosszabb lesz, mert istentelenek. Kerüljön, amibe kerül, az asszírokkal szakítani kell, vagy legalább kialkudni, hogy ne kelljen az ő isteneiket imádni az egy élő úr helyett, a szobrokat, az igazi Isten helyett. Na hát meg is jöttek az asszírok, és ostrommal fenyegették Jeruzsálemet, miután a többi júdai város már elfoglalták. Ezékiás félelmében és szomorúságában imádkozott, ez van feljegyezve, amit fel is olvastam. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő. Ezért pusztíthatták el azokat. De most te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. És ezt a szívből jövő őszinte imádságot az Úristen nem is hagyta figyelmen kívül. Az asszír sereg már azon az éjszakán megtudta, hogy kivel húzott újat. Nagy volt a veszély, a nehézség, a szomorúság. De mivel Ezékiás király felkészült volt, tudta, hogy ez a próba érkezni fog, csak az idő kérdéses. Éppen ezért azzal is tisztában volt, hogy hogyan kell majd viselkednie. Nem kezdett el kapkodni, nem másik idegen országtól várt segítséget most az asszírok ellen, hanem egyedül az Istentől. Hiszen az Úr volt az, akit ezek az asszírok gyaláztak, Isten pedig ki fog állni magáért. Jó, ha megjegyezzük egy életre, hogy az igazi Isten soha nem szorul rá az emberi segítségre. Arra viszont szükség volt, hogy Isten népe kérje az Urat, hogy segítsen rajtuk, és olyan király által tegye meg ezt a kérést, aki hisz benne, aki neki akar szolgálni. Ezékiás felkészülten várta ezt a próbát. Ő Istent akarta szolgálni. Tisztában volt vele, hogy ez nem lesz könnyű, de még sincsen más, vagy ennél jobb megoldás. Sem a saját életére, sem Isten népének a megmaradására nézve. Ezért hitben felövezte a derekát, és várta a próbát, amely majd napvilágra hozza, hogy hisze ő valóban az Úrban, vagy nem. Ez a próba eljött, és Ezékiás király megállt benne. Kérte, hívta az Urat, ő pedig egy pillanatot sem késett a segítséggel. Aki tehát az Úrban bízik, annak fel kell a derekát öveznie.
azaz készen kell állnia arra, hogy bármikor próba elé kerülhet, amelyben a hite le fog lepleződni. Isten előtt is, bár ő egyébként is tudja, és önmagunk előtt is, mert ilyenkor magunkról is új és új tapasztalatokat szerzünk. Az Úrba vetett kételkedés nélküli hit megállja a próbát, ha viszont valaki felkészületlen, akkor könnyen elbukhat. Mindig készen kell állni a vallástételre. Ennek a derékfelövezés képnek a jelentése az, hogy az ókorban lepleket hordtak az emberek, amire csak akkor került övi deréktájon, ha menni kellett valahová. Amikor otthon voltak, akkor nem kötötték át a derekukat. Tehát amikor arról van szó a Bibliában több helyen is, hogy övezzük fel a derekunkat, akkor az mindig erre a készen létre vonatkozik. Álljatok készen a menetelre, a feladatra, ne akkor kapkodjatok, amikor már beállt a számadásnak az ideje. Most pedig térjünk még vissza az Úr Jézus példázatához. Vannak kisebb, vannak nagyobb próbák. Ennek az egésznek a lényege az, hogy az Úr Jézus szent lelke által naponként látogatja az életünket. Az ige olvasása közben, imádkozáskor, szolgálatban, próbatételkor, vagy amikor kísértés ér bennünket. Ezekkel szeretne folyamatos éberségre nevelni. De sajnos mégis hajlamosak vagyunk úgy elaludni, hogy nem vagyunk végül felkészülve, mint ahogy a példázatban az Úrnak az esküvőről való hazaérkezésére nincsenek felkészülve egyes szolgák. Pedig gyakran kell számot adni a hit dolgáról. Jézus sűrűn felszólít minket erre, akár a legkisebb próbák alkalmával is. Jézus látogatásának a végeredménye az életünkben attól függ, hogy van-e miből világítani, illetve, hogy felövesztük-e magunkat akkor, amikor a felkészülésnek volt itt az ideje. Ismerem-e annyira Jézust? Bízom-e annyira benne, hogy a bajban a lázadás, a kétségbeesés helyett inkább először hozzá kiáltsak, és végig abban reménykedjek, hogy ő fog segíteni rajtam. Ha ezekre kész vagyok, akkor a csoda még csak ezután fog következni. Boldogok azok a szolgák, mondta az Úr Jézus, akiket ébren talál az Uruk. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Na, ez a csoda. Ez az Istennek a szeretete. Ha a példázat képénél maradunk, akkor azt kell megérteni. Mi szolgák vagyunk, akiknek élet-halál kötelessége felkészülten, éberen várni az Urukat a lakodalomból. Bármikor jöhet. És mikor megjön, ha ébren talál bennünket, akkor olyan nagy örömöt jelent a számára, hogy mi megtettük a feladatunkat, hogy ő kezd el nekünk felszolgálni. Hát ilyet aztán senki nem hallott. Emberi viszonyok között ez teljesen elképzelhetetlen. Az, hogy egyes főnökök vagy vezetők hálásak a beosztottjaiknak, esetleg szeretik őket, és ezt vagy azt megteszik értük, esetleg előfordulhat, bár ez sem szokott túl gyakori lenni a mi világunkban. De hogy az Úr szolgaként felszolgáljon a szolgáinak, mintha azok urak lennének, hogy ilyen nagy méltóságra juttassa a szolgáját az Ura, hát erre csak az Isten képes. Ez azt jelenti egyébként, hogy ha mi az Úristenre hagyatkozunk a bajban, és számítunk az ő segítségére, akkor semmi sem lehetetlen. Akkor ő nem marad az adósunk. Aki rászámítva, próbákra felkészülve él, az tudhatja, hogy Isten nem fog késni. Azzal fog szolgálni felénk, a szerettei felé, hogy megment, hogy megsegít bennünket. Nem arról van tehát szó, hogy egy helycsere történne, hogy először én vagyok az Isten szolgája, utána meg majd én leszek az Isten meg a szolga. Isten valóban emberré lett értünk Jézusban. Ez is benne van ebben a képben. Hogy nem az ember megy Istenhez, hanem Isten jön hozzánk. Az Úr az, aki nekünk szolgál. Mondja is ugye ezt magáról Jézus. Hogy én olyan vagyok közöttetek, mint a szolga. Mi mindig teremtmények maradunk az Isten udvartartásában.
de szeretett és megbecsült teremtmények, akik a legfontosabbak Istennek, ha engedelmesek vagyunk, ha Istenre figyelve éljük az életünket. Ugyanez a néhány vers nem beszél arról, hogy mi lesz azzal, aki nem felkészülten, hanem az álmából felriadva perdül oda az Ura elé. Más helyek alapján arra következtethetünk, hogy erről a felszolgálásról lemarad. Nem számíthat Urának a szolgálatára. Szóval itt hatalmas nagy dologról van szó. Mivel mind a két ige utal rá, boldogan említjük meg azt a tényt is, ami közismert, hogy a mi nemzetünk himnusza végeredményben egy imádság a magyar nép zivataros századaiból. Milyen remekül megértette a Biblia üzenetét Kölcsey Ferenc, aki egyébként református volt, és a debreceni református kollégiumban tanult. A legtöbb ország himnusza vagy valami katonai induló, vagy az ország szépségeiről szóló leírás. Kevés olyan ország van, amelyiknek imádsága himnusza, pedig nagy üzenete van ennek. Bárcsak minden magyar ember megértené azt, amit Kölcsey értett és írt. Hogy az Isten kezében van a népünk, a nemzetünk sorsa. És ha jobb folytatást szeretnénk, vagy egyáltalán megmaradást, akkor azt nem indulókban, és nem emberi dolgokban, hanem az Istennel élt keresztjén életben és az imádságban fogjuk megtalálni. Énekeljük hát mindig tudatosan, nemzeti imádságként ma 200 éve elkészült himnuszunkat. Jézus szavai szerint fel lehet tehát készülni a próbákra, a hitharcokra, sőt, fel is kell készülnünk. Ehhez vele kell közösségben élni minden nap, tanulmányozva a Biblia szavait, imádkozva, benne bízva. Harcolni kell a reménytelenségünk, a megfáradásunk ellen. Habár nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy mikor következik ránk egy következő nagy próba, mégsem kell félnünk, ha Krisztus jelen van a szívünkben az ő igéjével és az ő szent lelkével. Ahogyan a felkészült Ezékiás királyt csodálatos módon megmentette az Úr, akiben bízott, úgy fog bennünket is megtartani a sajátjaiként, minden nehézség ellenére. Csak legyen derekatok felövezve, és lámpásotok elkészítve, legyetek felkészülve a számadásra a Krisztusba vetett hitetekről. Ámen. Most pedig hadd kerüljön a helyére a himnuszunk, az ige hirdetésre válaszul, mint imádság énekeljük együtt.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért azokért az igékért, amelyeket ma hoztál elénk lelked által. Köszönjük, hogy előttünk állhat egy király életpéldája, aki rossz körülmények közül érkezett, aki mindent elveszíthetett volna, de íme mégis te rád hallgatott, és így lett a győztese mind annak, amit meg kellett nyernie. Így bizonyult jó királynak a te szemedben, így sikerült megmentenie a birodalmát a teljes pusztulástól. És az egyéni élete is így állt helyre. Hiszen a megalkuvó ember, aki nem meggyőződésből cselekszik, maga is sorvadásnak indul. Hálásak vagyunk Atyánk Ezékiás példájáért, és köszönjük mindazt, amit az ő érdekében és Izrael érdekében elkövettél. Köszönjük, hogy mindez nekünk is szól, hiszen az Úr Jézus által mi is beoltattunk ebbe a szelíd olajfába, és immáron mi is együtt növekszünk a te népeddel, mint a te Krisztusban kiválasztott és újjászült néped. Könyörögve kérünk, jó Atyánk, segíts, hogy a mi egyéni életünk olyan legyen, mint Ezékiásé. Hogy soha ne azt mérlegeljük, hogy mivel fog járni, ha rád hallgatunk, hanem az legyen előttünk egyértelmű, hogy nincsen másik helyes döntés. Hogy aki először a te országodat keresi, annak minden más ráadásként tényleg megadatik. Kérünk, segíts, hogy emberi félelmeken, vagy tapasztalatokon, vagy vágyakon alapuló gondolataink hadd tudjanak megváltozni a te vezetésed, a te jóságod fényében. Így kérünk, hogy áld meg hívő keresztjén népedet itt e helyben. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, mindazokat, akik Tahitótfalun keresztjén Krisztus hívő embernek vallják magukat. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjunk valóban úgy is élni, mint akik a tieid vagyunk, akik tőled kapjuk a segítséget és az erőt. Kérünk add, hogy akár kicsike, aprónak tűnő dolgokban, akár életre, halálra szóló döntésekben tudjunk hozzád méltóak lenni. Tudjunk helyes döntést hozni, tisztességesen, becsületesen élni, beszélni és gondolkodni. Könyörögve kérünk, segíts, hogy mindezt meg tudjuk tanítani a gyermekeinknek és az unokáinknak is. Olyan sokfelől cincálja őket ez a világ, mert ami hirtelen és harsány és azonnali örömöt ígér, az elnyomja a te szelid, jóságos hangodat. És mi magunk sem ordíthatjuk bele ebbe a világba, hogy értsd már meg, hogy Jézus a megváltó. Könyörögve kérünk, te magad légy az, aki szelíd kitartásoddal, ami hiteles életünkön keresztül, mégiscsak megnyered magadnak a mi gyermekeinket és unokáinkat, hogy ők is nálad legyenek biztonságban most és az örökké valóságban. Így kiáltunk hozzád nemzetünk jövendőjéért is. Urunk, köszönjük neked, hogy a mi himnuszunk egy imádság lehet, és köszönjük neked, hogy akkor is így lehetett ez, amikor nem csak az imádkozás számított valami rossz dolognak, de még a te létedet is tagadták a hivatalosok. Köszönjük, hogy ezt az időt is túlélhette a himnusz. És köszönjük, hogy most is ugyanez az imádság lehet a mi közös magyar himnuszunk. Csak arra kérünk könyörögve add, hogy akik énekeljük, akiknek ez fontos, hadd tudjunk belegondolni, hogy mit is jelent imádkozni. Hogy kihez imádkozik ez a himnusz. Kérünk add, hogy tudjunk te benned egyek lenni mi magyarok, és kérünk így tegyél egymás testvéreivé bennünket, hogy valóban a felemelkedés, a békesség útját tudjuk járni, és ne legyen közöttünk széthúzás.
Így kérünk, hogy áld meg testvérgyülekezetünk nyárát, magyarós közösségét. De kérünk, áld meg rajtuk kívül is az erdélyi, partiumi, délvidéki, felvidéki testvéreinket, és valamennyi magyar szélese világon. Kérünk ad, hogy ahol csak ma szó esik arról, hogy a himnuszunk 200 esztendős, ott hadd jusson mindenkinek eszébe az is, hogy ez egy imádság, mert te vagy, aki eddig is őrizted a mi népünket, és eztán is csak akkor lesz jövendőnk, ha te hozzád hűségesek maradunk. Könyörögve kérünk, áld meg a fájó szívűeket, hadd hozzunk eléd egy családot, akiknek tegnap kellett megállniuk kedves szerettük ravatala mellett. Urunk, te azzal az igével vigasztaltad őket, hogy te vagy az ő segítségük és erőforrásuk. Könyörögve kérünk, add, hogy ezt megtapasztalják naponként újra és újra, hogy legyen vigasztalás fájdalmukban. És kérünk, hogy áld meg elhunyt szerettük emlékét is, hogy hadd emlékezzenek ő rá mindenkor olyannak, amilyen ereje teljében volt. Mindenható Úrunk, mindnyájunkat kérünk, hogy te áldj meg, akik éppen próbát szenvednek, azokat áld meg azzal, hogy ki tudjanak tartani te melletted, reménységben. Legyen ez akár betegség, vagy magány, vagy éppen a mindennapok rettegése. Ha pedig valaki éppen most nem érzi úgy, hogy próba alatt lenne az élete, kérünk ad, hogy ő is figyeljen az előkészületre, hiszen biztos, hogy érkezni fog rövidesen a következő próba, amiben meg kell állni. Segíts, hogy egész életünkben legyen a derekunk felövezve és a lámpásunk előkészítve. Kérünk ad, hogy mindenkor számot tudjunk adni a bennünk élő reménységről. Kérünk végül, hogy adj megtéréseket itt a mi gyülekezetünkben, add, hogy minél többen lehessünk olyanok, akiknek a számára nem egy erőforrás, egy hangulat vagy csupán, hanem maga az élő Úr, a mi életünk Ura, a személyes megváltó. Könyörögve kérünk, így ehhez áld meg a mi istentiszteleteinket, hittanóráinkat, hittanfoglalkozásainkat, a bibliaórákat, a kóruspróbát, a látogatásokat, az imaórát, mindazt, ami csak alakul és készül ebben a gyülekezetben. Add, hogy benned lehessünk egyek. Kérünk, hogy áld meg végül a betegeinket gyógyulással. Hálát adunk azért is, hogyha a te jóságod megmutatkozik ezen a téren. Így köszönjük meg egy testvérünknek a hazajövetelét egy nagy-nagy műtét után. Könyörögve kérünk, jó atyánk, hogy így viselj gondot minden betegünkre, és kérünk, így legyél kapaszkodójuk, és azoknak is, akik őróluk emberi eszközökkel, tudással gondoskodni próbálnak. Kérünk, legyél mindenkor mi velünk, légy a mi őrizőnk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most és mind örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról, kérem, hogy hallgassuk meg még a hirdetéseket. Mélyen együtt érezve hirdetem, hogy Hirs György 75 esztendős korában elhunyt kisoroszi testvérünk temetése tegnap délután 2 órakor volt. A vigasztalás igéi a 37. Zsoltár 39. verséből szóltak így. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Szeretettel kívánunk vigasztalódást fájó szívű családtagjai számára. Emlékharangokat is hirdetek, amelyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. Január 25-én szerdán a Scheffer és a Bálint család régebben elhunyt tagjai, valamint Vajda Róbert és Molnár Károly emlékére 5 emlékvers szól. 26-án csütörtökön 3 emlékvers szól, gyülekezetünk 8 esztendeje elhunyt tiszteletbeli főgondnoka Szabó József, valamint 6 éve elhunyt felesége Szabó Józsefné Rácz Mária emlékére. Ugyancsak 26-án szól 3 vers Lengyel István és Lengyel Istvánné Tordai Lídia emlékére.
28-án pedig egy emlékvers fog szólni Mihalik Dénesné Rebe Judit 4 éve elhunyt testvérünk emlékére. Isten áldja meg elhunyt szeretteink emlékét, és mindazokat, akik őrájuk szeretettel emlékeznek. Köszönettel hirdetem a héten érkezett adományokat, Isten dicsőségére egy nőtestvérünk 20 000, felújításokra egy család 32 500, egy másik család 24 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük felajánlásaikat, illetve a belsejekbe elhelyezett adományokat is, mindazzal, amit az Úr javára felajánlunk, tulajdonképpen abból adunk vissza, amit teljes egészében őtőle kaptunk, így buzdítom a testvéreket a hálás szívű adakozásra, nem mint kötelességre, hanem mint boldog kiváltságra. Szeretettel hirdetem, hogy a presbitérium 13. pénteki ülésén elfogadta az idei esztendőben érvényes rendszabályainkat. Ennek megfelelően az egyházfenntartói hozzájárulás minimális összege az idei esztendőben is 4 000 forint fejenként, illetve a harangozásnak az ára az pedig 500 forint harangszónként. Ezzel együtt a presbitérium nevében magam is buzdítom a testvéreket, miután tudjuk, hogy 4 000 forint az körülbelül mekkora értékkel bír manapság, tehát, hogy aki úgy gondolja, hogy jó, hogy van ez a gyülekezet, hogy jó, hogy így tud működni, jó, hogy szeret engem az élő Isten, akkor természetesen ez nem egy kőbevésett összeg, tehát nyugodt szívvel lehet ennél többet is felajánlani, sőt, erre buzdítunk is mindenkit. Azért döntöttünk úgy, hogy nem emelünk ezen a 4 000 forintos alapösszegen, mert van, akinek ez is problémát jelenthet, akkor ő ne érezze úgy, hogy kisebb rangú egyháztag másoknál, azonban miután ez egy minimális összeg, aki jó szívvel úgy érzi, hogy többen is tudja támogatni a gyülekezetet értelemszerűen, erre elkészített lehetőség van, buzdítjuk is erre a testvéreket. Ezzel függ össze, mármint a múlt pénteki presbiteri gyűléssel, hogy elkészítettük a gyülekezetünknek a 2023-as esztendőben érvényes választói névjegyzékét is. Ez úgy történik, hogy miután nem szabad egyház vagyunk, nem azok kerülnek bele, akiket én úgy reggel fölkelek, és úgy gondolom, hogy na őket be kéne oda tenni, hanem itt le van írva az egyházunk alkotmány törvényében pontosan, hogy kik számítanak református egyháztagnak. Ebben a névjegyzékben azok szerepelnek, akik elmúltak 18 évesek, hozzájárulnak rendszeresen az egyházunk anyagi fenntartásához. Ez a gyakorlatban az egyház fenntartói hozzájárulásnak az évenkénti megfizetését jelenti, illetve aki konfirmált református egyháztag, avagy pedig evangélikus egyháztag, de kérte a felvételét a mi gyülekezetünknek a választói névjegyzékébe. Egyedül az evangélikus testvéreknél áll fenn a Lajenbergi Konkordátum 1973-as megkötése óta ez a lehetőség, hogy kérésre mi teljes jogú egyháztaggá lehetünk a egymás felekezeteiben. Tehát így került összeállításra ez a névjegyzék, ebben 713 főnek a neve szerepel. Ilyen méretek mellett természetesen nem tudom azt garantálni, hogy mindenki pontosan úgy van benne, ahogyan ő szeretné, ezért ilyenkor a törvényünk úgy rendelkezik, hogy január 15 és 31 között 2 vasárnap ki kell ezt, vagy hát meg kell mutatni az érintetteknek. Ez a mai az első, 22-e és 29-e lesz a második vasárnap, amikor ez a névjegyzék megtekinthető. A korábbi években, miután nem volt tétje, mert hogy nem volt választás, nem nyomtattam ki, hanem ha valaki érdeklődött, akkor bent a hivatalban meg tudtunk bármit nézni. Ez most is fennáll, azonban most ki is nyomtattam 19 oldalban ezt a hivatalos névjegyzéket. Szeretettel kérem, hogy akinek gondolata vagy kérdése van ezzel kapcsolatban, tegye meg, hogy itt a főbejáratnál a valamikori körasztal helyén álló téglalapasztalon megnézi ezt a névjegyzéket. Sajnos oldalszámok nincsenek benne, ezt nem tudom, hogy miért nem szerkesztette bele az informatikus, aki a programot készíti. Tehát azt az egyet kérem szeretettel, hogy tessenek figyelni rá, hogy az oldalak ne hulljanak szét, mert akkor aztán onnantól csak az első oldalon lesz könnyű megtalálni valakinek magát. Tehát az oldalszámok, vagyis hát az
oldalak maradjanak a helyükön. ABC rendben vannak a nevek, és ami még fontos, hogy úgy vannak benne a testvérek, ahogy én tudom, tehát ha valakit mondjuk nem tudom én Balogh Józsefnének hívnak, hanem Balogné Kovács, nem tudom kinek, de én ezt nem tudom, mert nem mondták, akkor ő lehet, hogy Balogh Józsefnéként lesz benne. Nyilván a lakcím is ott áll mellette, tehát így be lehet azonosítani magunkat. Illetve amikor ide kerültünk, akkor Fónagy Miklós Esperes úrral egyszer itt a templom előtt találkoztam, és mondta nekem atyai jó szándékkal, hogy azt tanuld meg, hogy itt mindenki mindenkinek a rokona. Úgyhogy én ezt megtanultam, és éppen ezért, amikor ide kerültem, akkor ugye jöttek a testvérek azzal, hogy F. Szabó, meg Kátót, stb., és én ezeket beírtam a következő nemzedékekhez is. Ezt a fiatalabbak korombeliek szokták mondani, hogy már nem használjuk, azonban én ezt annak idején beírtam, hogy tudjam, hogy ki melyik családhoz kötődik, tehát könnyen lehet, hogy mondjuk aki Szabó, az a K betűnél fogja magát megtalálni, amennyiben az elődei K Szabók voltak, mondjuk. Tehát ennyit többet nem mondok, mert lehetne még sokat, de ennyi szerintem elég lesz elsőre. Tehát ez szerint lehet megtalálni magunkat. Ha bárkinek észrevétele van, akkor nyugodtan tegye meg. Hétközben is meg tudjuk ugyanezt nézni a számítógépen is, illetve papíron is nyilván, meg most is. Tessenek szólni, mert ez a két hét van erre, hogy most ezt itt kiigazítsuk. Még egy fontos dolog, ezek nyilván nem köznyilvános adatok. Tehát az, hogy nem tudom én, a szomszédomnak az unokája benne van-e, az csak akkor nézhetem meg, ha a szomszédom erre megkért. Jó, tehát ki a saját adatait kérem szeretettel. Nyilván a családtagokét azt megnézheti, ellenőrizheti. De ez olyannyira nem köznyilvános adat, hogyha ide kiszáll valamilyen hatóság, rendőrség vagy APEH ezt tőlem nem kérheti. Tehát még az egyház főhatóság is csak úgy kérheti, hogy az esperesi hivataltól van pecsétes engedély, hogy ki kérheti tőlem ezt a névsort. Jó? Tehát ez nem, azért nem is szoktuk itt közszemlére kitenni, mert ez egy belső adat, nyilván ez egy szenzitív adatsor, hogy kik tartoznak a gyülekezetünkhöz, tehát ki saját magát kérem, hogy ellenőrizze benne. Jövő vasárnap is lesz még erre lehetőség, és a február 3-ai presbiteri gyűlésen fogjuk ezt hitelesíteni, és utána be kell küldeni az egyházmegyéhez, akik majd záradékolják, egyet eltesznek maguknak, egyet visszaküldenek, és így fogunk tudni majd presbiteri tisztújítást tartani ősszel ennek a választói névjegyzéknek az alapján. Aki ebben nem lesz benne, az szeptemberben már sajnos hiába jön, hogy én is benne vagyok, akkor már nem fogom tudni beletenni, most van ennek itt az ideje. De ez minden évben így van egyébként, sok-sok esztendeje mindig szoktuk is hirdetni. Jó, köszönöm szépen a türelmet, ez egy száraz, de mégis fontos dolog. Végül az alkalmak. Ma 5 órától az ökumenikus imahét záró alkalma lesz itt a mi templomunkban. Marton Zoltán plébániai kormányzó készül igehirdetéssel, kórusunk is énekelni fog. Ezt követően szeretett vendégség lesz a tornacsarnokban, a katolikus gyülekezet szervezi, nagy szeretettel várják a testvéreket, úgyhogy vegyünk részt ezen az alkalmon, és végre tényleg úgy lehet minden, ahogy szerettük a korábbi években a koronavírus járvány előtt. Kedden 6 órától folytatjuk a jelenések könyvét a Bibliaórán. Szerdán 6 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön 9 órától a másik Bibliaóránknak lesz alkalma, pénteken 9-től babamama körre várjuk a gyermekes édesanyákat, délután 4-től palántakör lesz, 5-től konfirmációi felkészítő, mához egy hétre istentisztelet, vele párhuzamosan gyermekistentisztelet. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Szeretettel megköszönjük a közvetítés lehetőségét is, gazdag áldást kívánunk mindazok életére, akik a Danubia Televízió felvételén keresztül csatlakoztak a mai istentiszteletünkhöz. Végül egy szép magyar éneket énekeljünk, a 285. dicséretet. 285. énekünknek mind a 6 rövid versét elénekeljük, vehetünk ehhez egy szép, friss ritmust, hiszen ez egy imádság, amelyben jó, hogyha a gondolatok átérnek egymáshoz, tehát össze tudnak kötődni, ebben is segít nekünk, hogyha egy friss tempót veszünk ehhez az énekhez. 285. énekünknek mind a 6 versét énekeljük, hálaadásunkban rólad emlékezünk. Még egy dolgot szeretnék elmondani, bocsánat, mégpedig az, hogy a múlt vasárnap említettem, hogy szeretettel hívjuk a testvéreket az imahét alkalmaira, hát ezt én már megköszöntem az elmúlt estéken azoknak, akik jöttek, de hadd köszönjem meg itt is nagyon szép számban, jöttek
a testvérek, úgyhogy hát ez nagy-nagy öröm nekünk lelkészeknek, hogy azért tetszenek érezni ennek a súlyát és örömét, hogy ez egy jó dolog. Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, aki időt szakított arra, hogy akár csak egy alkalomra is eljusson hétközben, illetve várjuk szeretettel délután 5-re kedves minnyájukat az imahét záró alkalmára. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Még egy hirdetnivalót elfelejtettem, majdnem jövő vasárnap a Nemzetközi Keresztjén Lepra Misszió támogatására ajánljuk fel a persejpénzt. Ez így szokott lenni a január utolsó vasárnapján mindig. Ha Isten megtart, akkor jövő vasárnap is így lesz. Így készítsük el majd hála áldozatunkat. Áldás békesség!